Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Június 9-én és 10-én ismét Mezőfalvára figyelt a gazdatársadalom színejava. Az ország legnagyobb területén, mint egy 400 ezer négyzetméteren megrendezett szántóföldi rendezvénynek ezúttal is Mezőfalva adott otthont, és így aztán egyébként is természetes, hogy vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a növénytermesztésért is felelős alelnöke, illetve a Mezőfalvai ZRT vezérigazgatója. Tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntök minden kedves nézőt. Nos, hát ez a szántóföldi napok a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezésében idestől már több éve az ország egyetlen olyan álló és mozgóképes szabadtéri kiállítása, ahol egyrészt a gépek legszélesebb skálája tekinthető meg, másrészt pedig a növénytermesztő szakemberek, ugye beszámoltunk erről már, és példát kaphatnak, tanulhatnak, tehetnek érte. A rangját mi sem jelzi jobban, hiszen mi is beszámoltunk az Agrárinfóban, hogy Áder János, ebben az esztendőben Áder János köztársasági elnök úr, Hűries Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Nagy István az Agrártárca vezetője, illetve Jakab István, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségnek elnöke is ott volt vendégként. Ezt mi már leadtuk, és nagyon érdekes volt megfigyelni a reakciókat, hiszen ebből a négy beszédből is kiderült, hogy az állami vezetők, illetve a szakemberek milyen nagy becsben tartják a magyar mezőgazdaságot. És ennek egyik legfontosabb rendezvénye, ahogy az imént is elmondtam már, mindenképpen a szántóföldi napok. Honnét jött a gondolat? Egy kicsit tekintsünk vissza a múltba, hogy egy ilyen nagyívű rendezvényen segítsük a gazdákat. Az alapvető gondolat jó pár évvel ezelőtt, tehát egy 4-5 évvel ezelőttre datálódik. Gyakorlatilag 16-ba volt, ha úgy tetszik, a nulladik rendezvényünk, ahol belekóstoltunk ebbe a műfajba. Az alapötlet onnan jött, hogy Németországban az úgynevezett feltág. A feltág hasonló a szántóföldi napokhoz, fajta bemutató is van, gépi bemutatók is vannak, és gépek is vannak. Ma már nagyon erős érdeklődéssel vannak irántunk, mert mi szélesebb körbe helyeztük ezt az egész kontextust, és még nagyobb tért ölelünk át a gazdák okulására és tájékoztatására. És amikor annak idején végignéztük azt, hogy hogyan lehetne jól megfelelni a kamara alapszabályának, hiszen egyértelműen benne van, hogy a gazdákkal az új technológiák megismertetése, azok elterjesztése, bizonyos oktatási, tájékoztatási feladatok elvégzése, akkor ezt hogyan lehetne egy ilyen kiállításba összehozni, hiszen pontosan látjuk, hogy az Agromos Expo egy zárt térbe gépi kiállítás. Most nagyon megbesülve a különféle fajtatulajdonosok aratás előtti vagy érés előtti kiállításait, akár kukoricába, akár a szántóföldön napraforgótól kezdve, hát nyilvánvaló a étkezési búzáig, de azok is egy stabil kiállítások. És mindig felvelül a kérdés, hogy most aszály volt, nem volt aszály, ott milyen körülmények között tenyészett az a búza, és milyen technológiát alkalmaztak, hiszen ma már a technológia az egy nagyon fontos eleme annak, hogy mivé lesz az a növény, vagy az a fajta, amelyik adott termőhelyi körülmények között és adott technológiával majd hoz valamilyen, és hát remélhetőleg ugye a legjobb végeredményt, mert ez a gazdának fontos. És volt rá próbálkozás a bábolani napokon is, hogy gépbemutató, de inkább csak úgymond a manésba különféle karuszeleket mutattak be. Egyetlen alkalom volt, amikor Bábolna kiköltözött ott az M1-es mellé, és akkor volt ilyen gépkapcsolati bemutató is, de elég gyorsan visszamentek. Tehát azt éreztük, mint kamara, hogy hiányzik a gazdáknak egy olyan bemutató, ahol egyrészt a nagy fajta fenntartók és nemesítők egyszerre tudják bemutatni a termékeiket, ott vannak a gépesek, és nem csak állógép bemutató van, hanem gépkapcsolatokban, gyakorlatban megmutatják. A mezőparcellákon meg oda van írva, és elmondják, hogy milyen technológia szerint volt az a repce, az a napraforgó, az a búza, amelyeket éppen látnak. Milyen növényvédőszereket kapott, miért néz ki úgy. Tehát a fajta,
bizonyos technológiai körülmények között is pontosan tudja majd hozni magát, és ott a gazda megnézheti, hogy így néz ki akkor, ha így hozza a genetikai eredményeit, ha elvégzem ezeket és ezeket a technológiai elemeket. Tehát sokkal teljesebb körbe tud tájékozódni. De emellett általános ismeretanyag átadás is van, akár a talajszelvény, akár a fenntarthatósági tanösvény vonatkozásába, akár pedig azokba a tájékoztató előadásokba, amik párhuzamosan mennek a gépkapcsolásokkal. És olyannyira nem csak a gazdáknak tetsző kiállítás lett ez, hanem nyilvánvalóan megérezték azt azok a fajta tulajdonosok, azok a fajta előállítók, akik hát kínálják a vetőmagukat. Megérezték a gépforgalmazók is. Tehát az idei évben el kell mondani, hogy a gépforgalmazók több mint 80%-a ott volt a kiállításon. Hol találunk, nem csak Magyarországon, máshogy is olyan kiállítást, ahol ugye a nagy multinacionális cégek mellett a adott gépforgalmazók, amik persze természetesen külföldi gépeket is forgalmaznak, hiszen a hazai gyártás az bizonyos értelemben csekély, itt van egy ilyen kiállításon. Tehát teljes palettát tudnak megnézni. Tehát az esetőségből terület, majd megvalósítás, méghozzá remek megvalósítás, és nem csak azért, mert az ország vezetői, illetve az agrárgazdaság vezetői is ott vannak, hanem hogy egyre szélesebb az érdeklődés, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Belekapaszkodom az első egyik gondolatába, kezdjük a gépeknél. Azt hiszem, hogy olyan technológiai váltás történt az elmúlt évtizedekben, amivel lépést tartani óriási lehetőség, ugyanakkor felelősség a gyártóknak, és felelősség a bemutatóknak is. Nagy-nagy felelősség, hiszen ilyenkor a gazda azt láthatja, hogy hova fogunk eljutni. És amikor ő oda eljut, addigra ismeretanyag ellen, hogy legyen, hogy melyik technológiákat tudja ő leginkább a saját gazdaságába eredményesen alkalmazni. Tehát amikor beszélünk a digitalizációról, beszélünk a precíziós szántóföldi tevékenységről, beszélünk a mesterséges intelligencia bizonyos megjelenéséről, akkor óhatatlan, hogy egy-egy ilyen kiállításon saját szemükkel lássák az automatizálásnak a újabb és újabb eredményeit és a gyakorlati példáit. A mezőgazdaság az elkövetkező évtizedben olyan óriási fejlődésnek lesz kitéve, nyilvánvaló az élő munkaerő korlátozottsága miatt, a termékei szükségszerűsége miatt, és a fenntartható mezőgazdaság elemeinek a kialakítása okán is, hogy csak annyi növényvédőszert használjon föl, tápanyagot használjon föl, amit a növény felvesz, hogy megőrizzük a teremtett környezetünket, és ne szennyezzük, még hogyha tápanyagokkal is úgymond a talajt, de a talaj termőképességét, szerkezetét, vízbefogadó képességét, azt pedig őrizzük meg. Ezért is volt többek között az bizonyos talajszelvény is. Nagyon fontos, amit mondott, mert én magam is tapasztaltam, hogy a gazdák a legújabb gépeket szeretnék, és erre most már lehetőségük van. Tehát ez nem egy olyan kiállítás, hogy megmutatják a nagyszerű gépeket, és a magyar gazda pedig csak álmodozhat róla, hiszen a finanszírozási rendszernek, a támogatási rendszernek köszönhetően ezek most már elérhetőek. Tehát ez nagyon fontos. Ugyanakkor, ha már megvan, hogy mivel, az is nagyon fontos, hogy mit. Nagyon is jól tudjuk, Martonvásárból kiindulva, hogy remek nemesítési kutatási eredmények születnek esztendőről esztendőre. És ezt is bemutatják, és nyilvánvaló, hogy a gazdák azért odafigyelnek a magasan kvalifikált szakemberek szavaira. Igen, hát a Martonvásár például egy nagyon-nagyon-nagyon exkluzív fajtasort mutatott be, de ha már Martonvásárnál tartunk, és megyén belül vagyunk, tényleg jó értelemben biztosította a gazdák számára a fajtasorait, és ott nagyon is neves szakemberek mondták el a részleteket, aki oda betért, hogy mit, hogyan kell megfelelően kezelni, milyen technológiai elemekkel, hogy valóban
ahogy nálunk ez évről évre meg is történik, hogy a martoni fajták, itt azért el kell mondani, megverik a különféle hibrid búzákat, akár mennyiségbe is, és hát bizony a martoniak, hogyha megfelelő körülmények között kapják a tápanyagokat, megfelelő időbe természetesen, és az időjárás is olyan, akkor minőségben meg felülmúlhatatlanok számtalan tekintetben. De nyilván van Magyarországon más fajta is, amelyik jó fajta, nem akarok én megrekedni Martonvásárnál, bár Martonvásár, mindig szoktam hangsúlyozni, nem megrekedés, hanem a fejlődés. Igen, hát ezek a fajta sorbemutatók nagyon sokat segítenek. Erről egyébként majd képeket is fogunk látni, hiszen itt a mikroparcellákon a termesztés technológia teljes egészében bemutatkozhatott. Ha már itt tartunk, akkor ez meg a másik része, hogy az éghajlatváltozás az mennyiben befolyásolja az egyik, egy ilyen kiállítás kínálatát, hiszen tetten érhető a mostani időszakban, hogy sokkal kevesebb az eső, kicsit megváltozott ez a négy évszak, ami a mi időjárásunkat jellemezte mindeddig, évtizedekig, évszázadokig. Hát igen, a szélsőségek nagyobbak, és bizony a fajtáknak, ha úgy tetszik, villámgyorsan kell alkalmazkodni ahhoz, hogy tavasszal bizony, ugye itt a északi sark körül kialakult körkörös hideg ciklon, amely körkörösen fut a föld körül, az mostanában kikileng, és eléri adott esetben Magyarországot is, és hát ezért voltak ezek a tavaszi, ha úgy tetszik, irgalmatlan hideg reggelek, és hát nem volt példa rá az én többi 40 éves pályafutásom alatt, hogy cukorrépa kifagyott volna szó szerint. Tehát elvetett cukorrépa kifagyjon. Sajnos alkalmazkodnunk kell ezekhez a nagy kilengésekhez, a fajtáknak is alkalmazkodni kell. Hát a kukoricának volt ezt azért eléggé jól mutatja, a hideg tűrését egy-egy kukoricafajtának. Nagy valószínűség szerint a kutatásoknak is erre is irányulni kell, hogy más növényeknél és tavaszivetésű növényeknél ez bevezetésre kerüljön, valamiféle hasonló tesztrendszer, hogy igenis a gazda azt is tudja, hogyha a szokásos időbe veti el azt a növényfajt, akkor mire számíthat, ha bizonyos fajtát alkalmaz, vagy nem alkalmaz a hidegtűrés tekintetében. Tehát az éghajlathoz való alkalmazkodás egyik eleme a fajta. A másik eleme pedig az agrotechnika. A vízmegőrzés. Továbbra is el kell mondani, hogy hazánkba azért több mint 600 mm csapadék esik évente átlagba. Most nyilvánvaló kilengések vannak. És ennek a víznek még mindig közel 40 milliliterét egy-egy szántással, egy-egy talajműveléssel elpárologtatjuk a szelek szárnyán. És erre a csapadék mennyiségre, ami 40-től 100-ig is terjedhet, attól függ, hányszor bolygatom a talajt, hányszor nem zárom le, az bizony nagyon-nagyon hiányzik a vegetációs időbe és a talajszelvény, ezért volt lényeges, mert ott bele voltak húzva azok a gépek, amik különféle talajmunkákat végezhetnek, talajművelési tevékenységet. A könnyű tárcsától kezdve a talajlazítóig látható volt ez a ott látogatók részéről, és látható volt, hogy hogyan műveli meg a talajt. És bizony a forgatás nélküli, ez az úgynevezett lúdtalpkapás megoldás, az azt jelenti, hogy lazítja a talajt, lazítja a szerkezetét, és nem következik be sem a betegség, se a tárcsa talpnak a nyoma, hanem megőrzi a víznek tehát a talaj a porózusságát, hogy a víz molekulákat szabadon tudjanak mozogni, és le tudjanak a mélyebb talajrétegekbe is húzódni. Hát ott a mélylazítót megnéztük, akkor körülbelül 12 centivel emelkedett meg a mélylazító utáni talaj az előtte levőhez képest.
Ez mind levegő, mind porózusság. Ez mind, hogyha kerül bele nyilvánvaló mulcs is, akkor ez a víz megtartó képességet növeli. Tehát rendkívül fontos lesz a talajnak a művelése. És a eddigi kedvezőtlenebb talaj műveletlenségből, most ezt ilyen kicsit idézőjelbe mondom, tehát amit eddig talajművelésből nem végeztünk el, újból vissza kell térni az eredményes talajművelésre. Ehhez pedig hozzájárul, nyilvánvaló hozzájárulnak a beszámolók szerint a talajtani vizsgálatok is, hiszen megnőtt az érdeklődés ezek iránt is. Az ez jó út? Ez egy nagyon jó út, amellett, hogy a talajvizsgálatokat ugye kötelezően előírja a jogszabály, 5 évente kell megfelelő laborba ezt elvégezni, sőt, mi több azt tudom mondani, hogy ebbe a kamara a szolgáltatásai tekintetébe már évekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot a különféle talajvizsgáló intézményekkel, és kedvező módon, kedvezőbb ártarifával tudják a kamarai tagoknak ezt biztosítani, és a falugazdászokkal együtt elemezni tudják, és ott is egy gyors vizsgálati lehetőség volt ezen a tanúsvényen, ahol a gazdáknak megmutatták, hogy az egyszerű talajvizsgálatokat hogyan lehet elvégezni, hogyan lehet megtudni azt, hogy milyen talajik vannak. De ma már, hogyha a digitalizációról beszélünk, azért ott van a talajszkennel. Ma már ugyancsak a kamara szolgáltatásaiba be fogja az elkövetkező évbe venni a talajszkennel vizsgálatot, ami így sokkal olcsóbban fog a gazdáknak elérhetővé válni, és bizony minden gazda fogja látni, hogy hol van alacsonyabb talajrétege, hol van különféle olyan egetalvú betegség, amivel vízzáró réteg alakult ki, ahol egy nagy tömegű eső elfolyik, és nem tudja a talaj befogadni. És hagyd ne mondjak minden talajtani lehetőséget, amiből egyetlen végső következtetés van, hogy igenis ma már ezek a korszerű technológiák alkalmasak arra, hogy a nap mint nap információt kapjon a gazda, és ezáltal a reakció ideje gyorsabb legyen. Igen. Hiszen, ahogy szokták mondani, hogy a jó gazda meg a rossz gazda különbség, régen azt mondták, a különbség az 1 hét munkavégzésbe, azt kell mondanom, hogy növényvédő szerek vonatkozásába és permetezések tekintetében ma már pár óra. Ma már pár óra. Tehát el fogunk oda jutni, mint ahogy az autópályákon ki van írva, hogy követési távolság 3 szekundum. Gyakorlatilag, hát ha nem is másodpercekbe fogjuk mérni, de bizony a kijuttatott szermennyiségeket, ahogy említettem, a környezet megóvását, a gazdálkodást, a költség érzékenységet, lehet, hogy dekákba fogjuk már mérni. Így van, mint ahogy dekákban, illetve időben mérhetjük azt is, hogy miként jutnak hozzá az információhoz, az új törvényekhez, a változásokhoz, gondolok a családi gazdaságok reformja, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése, és ebben óriási felelősség hárul a kamara szakembereire is, és azt hiszem, hogy keresve se találhatunk jobb alkalmat, mint egy ilyen rendezvényen, a szakemberek elmagyarázzák az érdeklődőknek egy előadás keretében, hogy mire figyeljenek. Erre is nagyon jó példa ez a rendezvény. Igen, tehát aki épp nem a gépkapcsolásokat akarja megnézni, mert úgy gondolja, hogy ő már kiválasztotta mondjuk az előző alkalommal azt a gépkapcsolatot, amit majd megvásárol, akkor annak számtalan egyéb lehetőség kínálkozik az ismeretei bővítésére. Ezért jó ez a 40 hektár, több mint 40 hektár. Ezért jó az, hogy ilyenkor a bankoktól kezdve számtalan olyan szolgáltatást végző szervezet is kivonul, és ott van, ahol információt ad át, és ott a kamara. Ott a kamara, aki valóban e tekintetben az osztatlan közös vonatkozásába, a családi gazdaságok vonatkozásába, és hagyd ne soroljak mindent, ott mondta el az érdeklődőknek, hogy kihez, hogyan forduljon, lehet, hogy ott tudott már konkrét választ is kapni a falugazdászok és a szakértők kapcsán, de mindenképpen megérintette őt az a lehetőség halmaz,
amit a falugazdászon keresztül elérhet, mert ő kamarai tag. És ha kamarai tag, akkor a falugazdás segíteni fogja akár a jogszabályi útvesztőkbe való eligazodásra, akár pedig a technológiai elemek tágabb és jobb megismerésére, és rávezetheti arra a honlapra, ahol szinte minden rendelkezésére áll, árinformációtól kezdve, ha egy kicsit belemerül, ha egy kicsit a számítógép ismereteit nem bővítve, csak tallózva a honlapon ismeretek sorát veheti föl, itt akár a továbbképzések, akár a tanfolyamok, akár pedig hát a egyetemi képzés legújabb elemeire is gyakorlatilag szert tehet, ismereteket kaphat róla, akár a duális képzésről, akár pedig más felnőtt képzési lehetőségekről. Tehát ez egy kerek történet, én azt gondolom, hogy ez így van rendjén, és talán maradt annyi időnk, hogy függetlenül attól, hogy most ez volt a fő témánk, de azért ejtsünk szót erről a forróságról. Olyan idő van, amit nagyon-nagyon, talán még soha nem tapasztaltunk meg. 37-38 fok, a csapadék jószerével semmi, és ráadásul ilyen volt az egész évünk, már nem a forróság okán, hanem a változékony időjárás okán. Hogy állnak a vetéseink, hiszen rövidesen itt van az aratási szezon? Hát, amíg van a talajba víz, és májusban ugye kicsivel több eső esett le május hónap során, mint előtte a 4 hónapban, de utána június megint nagyon aszályos. Tehát itt vagyunk ennél a 205, 210, 220, hol mennyi csapadék eset nyilvánvaló körüli mennyiségen, ami borzasztóan kevés. Ha a kukoricát nézzük, ahol a talajtani viszonyok megengedik is, mert a talajba víz, a kukorica köszöni szépen, ott nagyon jól érzi magát. Szenvedett ugye a hidegek miatt, most hát a trópusi növény, akárhogy is nézzük, C4-es, mármint a fotoszintetizálás szempontjából, és ha van vize, a kukorica jó értelemben növekszik, mégpedig nagy-nagy intenzitással, ahol nincs ott, nyilvánvalóan elkezd furulyázni, és nagyon nagy gondok lehetnek azokon a talajokon, ahol a vízhiány már tevőlegesen megvan. A búzánál, hát a tavaszi nő, tehát az ősziek közül ugye a most beérő kalászosok tekintetében viszont megszorulhat a szem. Sőt, mi több meg is szorult. Hát amikor még májusban arról beszéltünk, hogy körülbelül két hetes eltolódásban vagyunk a tekintetben, hogy hát ennyivel van a természet lemaradva a szokásos átlagos évtől, akkor Péter Pál pillanatokon belül itt van, igen. És a megyébe már van olyan hely, ahol járnak a kombájnok ezen a héten. Tehát nyilvánvaló ez azt jelenti, hogy elkezdődik Péter Pál előtt a betakarítás különféle kitettebb, magasabb platós területeken. És hát nálunk is értelemszerűen ott van már 20 alatt az árpa, és jó pár borsó, nem zöld borsó, hanem ugye száraz borsó vetőmagként már elkészült, és kezdjük. Természetesen ennek egy teljes adást fogunk szentelni, amikor itt van az ideje, de azért nagyon érdekes. És hát bizakodva tekintünk a jövő iránt, bár sok reményünk nincsen, hiszen azt mondják, hogy továbbra is ilyen nagy forróság lesz. Nos, én minden esetre köszönöm szépen, hogy megtisztelt, hiszen a Szántóföldi Napok egy nagyon-nagyon fontos rendezvény, és azt hiszem, hogy példát ad arra, hogy mi mindent lehet tenni szakmai segítséggel a magyar mezőgazdaságért. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Önök az Agrárinfót látták, maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!